Városi forgalomban kerékpárral részt venni nem egyenlő a szobabiciklizéssel. Nem egyedül vagyok, nem csak én és a biciklim vagyok. Már apa, mit csinálsz? Van körülöttem több más közlekedő, gyalogosok, más kerékpárosok, gépjárművek, motor. De a bringázás nem is agysebészet. Az emberek miért ülnek állandóan az autójukban? Mi lehet jobb a bringánál? És nem is egy eszementen veszélyes rodeo. You know, if somebody stays on for 8 seconds. Csak egy teljesen más mozgás, mint az ember hozzá van szokva ugye mindennapokban egyébként. Vannak, akiknek kihívást jelent megülni a bringa nyergében is. Vagy eltekerni egy nyerges fontató mellett. Nagyon sok ember azért nem bringázik, mert fél egyszerűen a szituációktól. Ezért epizódunkban bemutatunk egy nagyszerű kezdeményezést, amely felnőtt korban is segít abban, hogy biztonsággal közlekedhess bármely nagyváros még oly forgalmas útjain. Tarts velünk akkor is, ha kíváncsi vagy egy kreatív magyar találmány tesztelésére, aminek köszönhetően sötétben sem kell a véletlenre bíznod, mások is észreveszik a kanyarodási szándékodat. Minden másra pedig ott a szobabicikli. Baromi nagy szükség van arra, hogy tanítsuk az embereket, nem csak gyerekkorban, hanem felnőtt korban is. Önmagában ez a városi kerékpározás oktatása, ez egy nem létező fogalom jelen pillanatban Magyarországon. Külföldön rengeteg ilyen iskola létezik. Utána olvastam szakirodalmakat, elvégeztem Londonban egy kerékpár oktatói képzést, és megalapítottam Budapest első városi kerékpározás oktató vállalkozását. Jó, és akkor zöld a lámpa, de most már sárga, és piros. Oké, piros a lámpa, sárga és zöld. Oké, ki az, aki nem nézett hátra elinduláskor? Nagyon jó, őszinteséget szeressük. A kerékpározás és a városi kerékpározás az két különböző dolog szerintem. A kerékpározás az egy szabadidős tevékenység, a városi kerékpározás pedig egy közlekedési mód. Tehát A-ból B-be eljut az ember forgalomban, autók között valahogyan. És ez a valahogyan nagyon nem mindegy. Hozzánk általában a fiatal felnőttek és akár az idősebb korosztály szokott jelentkezni, és javarészt egyelőre úgy tűnik, hogy a nők nagyobb százalékban jelentkeznek. Amíg a férfiak vannak annyira mondjuk macsók, hogy azt mondják, hogy nekik erre nincs szükségük, ők tudnak kerékpározni, míg talán a nők egy kicsivel racionálisabbak, kimerik mondani, hogyha valamiben nem annyira biztosak. Felelősséged van magadért, felelősséged van a többi emberért, akik mennek az utakon, és tehát, hogy ez nem egy vicc. Az elején van egy bringa technikai rész, egy két órás foglalkozás, ahol fékezni tanulunk meg, indexelni rendesen, hátra nézni, anélkül elkanyarodnánk, és utána a maradék 6 órát azt viszont rendesen forgalomban bringázunk együtt. Kressz is van benne, mert ez egy alapvető része a közlekedésnek, azt gondolom. De a kresszen túl a városi bringázásban vannak olyan gyakorlati trükkök vagy tippek, amik csak itt jönnek elő. Ennek az egész képzésnek az esszenciája, hogy nem elmondják neked. Nem olvasod valahol, hanem átéred, tapasztalod, ami történnek. Nagyon fontosnak tartom például azt, hogy a bringázó tisztában legyen az, hogy mi történik körülötte. Tehát a fókusz az mindig legyen a kerékpározáson. Azt gondolom, hogy egyébként nem vagyok rossz biciklista, de azért biztos, hogy ösztönösen biciklizem. Ez a kurzus, ez abban segített, hogy tudatosítsam magamat, és az is nagyon izgalmas volt az egészben, hogy nem csak a vezetőtől, a Jánostól tanultunk, hanem egymástól is. Volt közöttünk egy 10 éves kisfiú is, akinek nagyon éles, tök jó meglátásai voltak, és bátorsága, ami szintén egy ilyen nagyon inspiratív és magával ragadó volt. Tanultunk balra fordulni például, ami egy kicsit nehezebb, mert be kell kéreckedni végre az autók közé. Sokaknak szokott újdonságot jelenteni. A sávfoglalás, hogy nem az útest legjobb oldalára szorulva kerékpározunk, hanem picit beljebb, hogy legyen időnk esetleg az elkerülő manőverekre. És hát a legvégén egy jó kis dugót kifogtunk a Rákóczi úton. Nekem igazából a legjobb tapasztalat a mai napon az volt, hogy rámenni a Rákóczi útra, és ott végig biciklizni, és azt látni, hogy együtt tudunk menni a kocsikkal. Hogy beengedtek minket, nem volt feszülés, mi is tudtunk haladni. Szerintem
a magabiztos bringás sokkal nagyobb eséllyel gondolják egyenragú közlekedőnek is a forgalomban. Ha valaki így eljön a Velo Budapesthez, akkor egy 4x2 órás képzésen vehet részt, amiben bele van sűrítve körülbelül minden, ami ahhoz kell a jövőben, hogy biztonságosan tudjon bringázni az ember. Tehát körülbelül 4 hét alatt meg lehet tanulni bringázni, és nyilván a többi az már gyakorlat kérdése. Kanyarodási szándékodat mindig időben jelezd. És sötétbe hogy, apa? Megmutatom. Egy vállalkozókedvű magyar család, Nyirádiék, nem mindennapi piacilésre találtak a sötétben. Azokra az este és éjszakai bringázókra, akiket frusztrál, hogy kanyarodási szándékukat mások nem veszik esetleg észre. A Yosemite csuklópántjait használni épp oly egyszerű, amilyen praktikus. Az USB-ről tölthető pántokat csuklónkra erősítjük, bekapcsoljuk, és nincs más dolgunk, mint kanyarodás előtt megemelni azt a kezünket, amely irányba fordulni fogunk. Na így teljesen világos lesz irányjelzésünk. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.